Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Nincs már egyetlen épp része sem a Versailles békerendszernek, egyetlen pontot kivéve, és ez Magyarország. A Versailles-ban meghúzott határokat mindenütt másutt már elfújta a szél, mint valami ócska szemetet. Csak megcsokkított országunkra nézve maradt minden a régiben. Csak itt nem változott, csak itt nem mozdult semmi. Azok a határok zárnak körbe bennünket, amelyeket 80 évvel ezelőtt a híres, hírhet nagyhatalmi karok meghúztak, akik otromba ollóikkal körbevágták és megcsonkították Magyarországot. A valószínűség számtani fogalom, hiányzik belőle a számokkal megfoghatatlan, a heroizmus. Az észérvek aránya a magyarság ellen szól. A történelem népekben él és népekben gondolkozik, népével az egyén földi halhatatlanságának is vége. Semmiféle nemzetközi megváltás sem mentheti meg a rajtunk átszálló életet a jövőnek, ha a népnek, melynek atomok voltunk, magva szakadt. Reménytelen a harcunk? A nagyság, mint maga az élet is reménytelen, és a reménytelenségben, a falhoz állított népek harcában van valami kétszer-kettő fölötti remény. A történelem a tragikus életérzés csodája. Maratonnál a reménytelenség győzött. Kedves képviselőtársaim, Fürr Lajost, a Magyar Demokrata Fórum alapítóját, Magyarország honvédelmi miniszterét idéztem, és folytattam Németh Lászlóval. Azért folytattam Németh Lászlóval, mert a nagyon szegény sorban született vasmegyei parasztfiú Csurgón kezdte tanulmányait a Csokonai gimnáziumban, és 1948-ban híres vendégek látogatták meg az ősi alma mátert. A két vendég Németh László és Illyés Gyula volt. És az akkor 18 éves Fürr Lajos a színjátszó körben a Tűfokán című Illyés darabot adta elő, és ő volt ennek a főszereplője, és Illyés úgy meghatódott, hogy elsírta magát. Bizonyára nem véletlen, hogy ez indította el életútján a 20. század egyik legnagyobb szónokát, Fürr Lajost, és nagyon röviden megfogalmazható az ő krédója. A magyarság megmaradásának szent ügye, ahogyan oly sokszor nekünk elmondta. Ez az alapvető, ezért emeltük fel a zászlót, ezért kezdtünk politizálni 1988-ban mindannyian, akik még néhányan itt a patkóban ülünk. Igen, a haza függetlensége, az oroszok távozása és a magyarság megmaradásának szent ügye. Ez kötött össze bennünket, és ez volt a krédója Fürr Lajosnak egész élete végén. Változtak, képviselőtársaim, az idők, változtak a rendszerváltozás után az évtizedek. Egyetlen ember biztos nem változott, Fürr Lajos. És talán van abban valami sorsszerű is, hogy Fürr Lajos az 1956-os forradalom és szabadságharc egyik hőse, a forradalombizottmány elnöke Debrecenben, pontosan 82 éves korában, a forradalom előestéjén, az elmúlt héten, október 22-én hunyt el, és bizonyára az is sorsszerű, és nem véletlen, és Lajos biztos megerősíteni, hogy az ő kedvence Kossuth Lajos mellett Bethlen Gábor, a nagy fejedelem, aki politikai végrendeltében azt mondta, ha Isten, Lajos is sokszor elmondta, ha Isten velünk, ki ellenünk, hogy akkor hunyt el Lajos, amikor Bethlen Gábort másnap ünnepeltük a kolozsvári templomban, és egész alakos szobrához adakoztunk jó néhányan, vagy nagyon kevesen. És kedves képviselőtársaim, hátborzongató volt, hogy amikor végignéztem a névsort, hogy kik adakoztak, akkor Fürr Lajos és az ő felesége neve is ott volt. Lajos halála után is áldozott a nagy fejedelemnek, Bethlen Gábor emlékének. Mivel tudnám befejezni, hisz ezt az életutat, ezt a történészi pályafutást, mint a történelemtudományok doktora, és minden, amit ő életében maradandóként alkotott, ezt lehetetlen, talán egyetlen egy mozzanatot még. Biztos emlékeznek rá a képviselőtársaim, hogy 1977-ben írta Illyés Gyula, megint kapcsolódva Illyéshez, a Válasz Herdernek és Adinak című nagy sütetű írását,
Már 1974-ben mi egyetemistaként olvastuk azt, amiről elnök úr is a múltkor beszélt, amit Fürr Lajos írt, milyen nyelven beszélnek a székelyek. Végül, kedves képviselőtársaim, csak íjéssel tudom befejezni egy versorral. Ha új tatárhad, ha kufárhad özönlél a tiszta tájat, ha utaink megcsavarodnak, mint giliszta, rátapodnak, te mondd magadban behunyt szemmel, csak mondd a szókat, miktől egyszer futóhomogok, népek, házak Magyarországgá összeálltak. Köszönöm a figyelmüket!